Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és Szlovénia természeti területeit felölelő bioszféra rezervátum létesült, melyet Mohácson mutattak be. Az ötoldalú a Mura-Dráva-Duna környezetében létrejött területet az UNESCO kormányközi tanácsa, a Nemzetközi Koordinációs Bizottság hagyta jóvá. Az eseményen elhangzott, hogy ez Európa egyik, ha nem a legnagyobb rezervátuma. 700 kilométer hosszúságú, számos halfajnak, több mint 300 madárfajnak az élőhelye. Az árterületek védik a falvakat, biztosítják az ivóvízellátást. Ez a csodálatos táj pedig a fenntartható turizmus fejlődését segíti a természetjárók, a vizek kedvelői és a kerékpárosok számára. A Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum megalakulását több mint 10 éves előkészítő munka előzte meg. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke köszöntőjében azt mondta, ez a terület olyan egyedi élményt, atmoszférát nyújt, melyhez nincs hasonló az országban. Én nagyon örülök annak, hogy az éppen 25 éves Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai az elmúlt évtizedekben is a hozzáértő szakember szemével és igen lelkiismeretesen a természet szeretetével gondozták ezeket az értékeket. A bioszféra rezervátum létrehozásának célja a természetes élőhelyek és ökoszisztémák közös megőrzése, helyreállítása, a biológiai sokszínűség megóvása, valamint széleskörű ökoszisztéma szolgáltatások kialakítása. Ehhez azonban a térséget is fejleszteni kell. Hargita János országgyűlési képviselő azt mondta, egyre több jelzés érkezik arról, hogy eltűnik a víz a Dunán található szigetek környékéről. Az egész sziget vízhártartását meg kell tervezni, és a víz utánpótlását biztosítani kell, és akár egy ilyen nemzetközi nagy összefogás keretében is erre forrásokat kell találni. Forrásokat persze elsősorban a magyar költségvetéstől remélek, és e tekintetben optimista is vagyok, hogy ezeket a forrásokat meg fogjuk találni. Ötoldalú bioszféra rezervátumból egyébként a világon csak egy található, a Mura-Dráva-Duna bioszféra rezervátum. Az öt ország együttműködésében nagy hangsúlyt kap a jövőben az ökoszisztéma szolgáltatások közös fejlesztése is, hangzott el az eseményen.